És itt van velünk dr. Robert Frank Ferenc, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És az MTA, illetve több neves kutató aláírásával az MTA közé tett egy ajánlást, hogy mit kell tenni, vagy mit lehetne tenni a koronavírus járvány megfékezésére, de mielőtt ebbe belevágnánk, ha tud rá válaszoljon, ha nem, akkor passzoljuk a kérdést. Tegnapi hír, hogy egy nagy indiai vakcina gyártó, ha jól értem, a világ egyik legjelentősebb ilyen gyára, azt mondta, hogy ők meg se várják azokat a kísérleteket, amelyek Nagy-Britanniában, Oxfordban folynak oltásra, hanem már most elkezdik gyártani ezt a vírust, a vírus elleni szert, tehát ezt a vakcinát. Lesz, ami lesz. Ön szerint ez egy komolyan vehető dolog, tehát ebből lehet valami, vagy csak egy ügyes PR és üzleti fogás? Hát, nyilván szorult helyzetben van India is, mint minden ország, és ezért kísérletezik rendkívüli megoldásokkal, ami rendkívüli kockázatokkal is jár, egyrészt üzleti kockázatokkal, ez itt kevésbé fontos, ők tudják, hogy mire vállalkoznak, de az a fontos, hogy a betegeket ne kockáztassák, mert egy jó oltással nagyot lehet előrelépni, egy rossz oltással tetézni lehet a bajt, de én is csak a sajtóból tudom ezt, úgyhogy drukkolok az indiaiaknak, hogy ne legyen baj abból, amire most vállalkoznak. Mert hogy egy elkapkodott dologgal esetleg nagyobb gondot okoznak, mert azt hiszik, hogy védettek vagyunk, és nem, aztán nem beszélve arról, hogy esetleg rossz mellékhatásai lehetnek, mert nem mennek végig azok a vizsgálatok, amik kellenek? Pontosan, tehát nem véletlen az, hogy hosszú ideig tart egy oltásnak a kifejlesztése. Azon kívül, hogy hatékonynak kell lennie, ki kell küszöbölni azokat a rossz hatásokat, amiket nem akarunk, hogy jelentkezzenek, és ez időt igényel. Nézzük az önök ajánlásait, hogy az első helyen az szerepel, hogy tesztelni kell, de hogy nem csak úgy bele a vakvilágba, hanem szelektíven, ha jól értem, valamiféle kockázati csoportok fölállításába osztva az embereket. Így van. Hát nyilván egyrészt megfelelő, tehát validált, tehát bizonyítottan megfelelő és akkreditált, tehát olyanoknak által végzett tesztelésről van szó, akiknek az adatai hitelesek. És nem mindenkit, aki szembe jön, meg aki jelentkezik, hanem célzottan, hiszen korlátozott a tesztek elvégezhetőségére szolgáló kapacitásunk is. Tehát ezért nagy felelősséggel kell kiválasztani azt a stratégiát, ami szerint tesztelünk. Tehát az eszközt is, meg a módszert is. Ez nem megy egyik napról a másikra. Mikor azt mondják, hogy nem mindenkit egyformán, akkor az mit jelent, hogy reprezentatív mintaként kell, vagy ahol mondjuk föltételezzük, hogy több lehet a fertőzött, ott érdemes inkább teszteni, vagy éppen ott, ahol a kevesebb, hogy nagyobb biztonságban lehessünk? Hát egyrészt területi alapú ez valóban, ez nagyon jó, hogy elindult egy átfogó program arra, hogy vizsgáljuk, hogy Magyarországon hogyan oszlanak meg a veszélyeztetettek, illetve a fertőzöttek. Másrészt pedig azon belül is azt a csoportosítást érdemes alkalmazni, amit mi itt javasolunk, hogy vannak fertőzöttek és fertőzők, akik terjesztik a betegséget, vannak fogékonyak, akik még kimaradtak a megbetegedésből, vannak, akik védettek és már átestek a betegségen, és ez igazolt is, és vannak, akik védettek, mert ugyan nem jelentkeztek az egészségügy látóterében, de immunizálódtak, mert átestek a betegségen, és ezt később a tesztelés igazolja. Úgyhogy ezeknél nem egyformán kell a vizsgálatokat, a teszteléseket végrehajtani, és osztályozni is kell őket, hogy a leghatékonyabb legyen ez a tevékenységünk, és győzzük erőforrásokkal, emberi, szervezeti és anyagi erőforrásokkal. Egyetlen egy ország sem tudja megengedni magának, hogy az összes lakosát letesztelje. Amit ön mond, abból az következik, hogy az biztosra vesszük, hogy aki átesett a betegségen, az valamennyi ideig védett marad. De hát látom, hogy ez se egy 100%-os tény.
Így van, folyamatosan értékeljük azokat az információkat, amelyeket a tudomány a rendelkezésre bocsájt. Ehhez is elsősorban a tudósok szükségesek, akik azután segítik ezt a döntéshozóknak és a társadalomnak megérteni. De azért pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egy bizonyos védettséget az átesettség biztosít, és ezt figyelembe lehet venni. Tehát, hogy akkor aki már átesett rajta, azért az nagy valószínűséggel most egy ideig, nem tudjuk mennyi ideig, nem kaphatja el újra. Még ha voltak is olyan kutatások, amelyek ezt cáfolni látszottak. De hát természetesen sokfélék vagyunk, ezért sokféleképpen reagálunk. Itt ugye népegészségügyi szintű beavatkozások tervezéséről és végrehajtásáról van szó. Itt a statisztikából kell kiindulni, és a valószínűségnek is nagy szerepe van. De általában azt látjuk, hogy a többség az védetté válik, de nem mindenki. Azt írják önök is, hogy addig érdemes a védekezés különféle formáit folytatni, amíg a népesség nagy része immunissá nem válik. De hát úgy tűnik, hogy amíg nincs hatásos vakcina, amivel egyébként sikerül beoltani a többséget, addig elérhetetlen ez a úgynevezett nyájimmunitás. Igen, voltak, akik úgy kezdték, ugye a saját stratégiájuk kezdetben az volt, hogy erre törekedtek, bevállalva ennek a terheit és áldozatait, és aztán ezen változtattak. De vannak olyan országok, amelyek azért elsősorban a nyári immunitásra alapoznak. Magyarország nem ezt az utat választotta, és én ezzel egyetértek, ez értékválasztást jelent, nem egyszerűen tudományos döntés, de azután ehhez következetesen tartania kell magát, aki illetette a voksot egy megküzdési stratégia mellett, és az abból az következik, amit mi is javasolunk. A Guardian egy interjút készített a német kormány fő szakértőjével, Christian Drostennel, és ebben ő azt mondja, hogy egy prevenciós paradoxon lépett fel, vagyis mivel arányaiban sikerült relatíve alacsonyan tartani a fertőzöttek és az elhunytak számát, az emberek úgy érzékelik, hogy a kormány túlreagálta a helyzetet, a korlátozásokra, ezt ugye Németországra mondja, azt látják az emberek, hogy a kórházak nincsenek túlterhelve, és nem értik, miért vannak zárva az üzletek, csak azt nézik, mi történik itt, és nem figyelnek a New York-i vagy a spanyolországi történésekre is. Mutatis mutandis, ez igaz lehet Magyarországra is? Elég hasonló helyzetet tapasztalunk, de én azt látom azért, hogy az embereknek a jelentős része megértette azt, hogy hogy a helyzet most nem olyan drámai, az azzal van összefüggésben, hogy mind a gazdaság, mind pedig az emberek a magánéletükben visszafogták magukat. Ugye, ahogy múlik az idő, egyre nehezebb ehhez tartanunk magunkat, és természetes az, hogy ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy mi az az áldozat, amit inkább vállalunk, az egészségünk vagy egyesek egészségének a kockáztatását, vagy pedig az egzisztenciális veszélyeztetettséget, netán a gazdasági károkat. Ugye ezek most egymással szembefeszülnek. Ugye arra törekszik mindenki, hogy egy olyan rendszert alakítson ki, amiben ez a kettő tűrhető jó viszonyba kerül egymással. Ennek nagyon sok eleme van. Ennek van egészségügyi rendszerépítő része is, van kommunikációs része, hogy az folyamatosan az emberek értsék, hogy mi miért van, miért kérnek tőlük ugye korlátozásokat és áldozatokat, és egy nagyon fontos az is, hogy a gazdaság szereplői értsék ezt, és úgy szervezzék, tervezzék a munkájukat, életüket, és nagyon fontos, hogy a közélet szereplői is egy olyan kulturált párbeszédet alakítsanak ki, még akkor is, hogyha kritika is elhangzik, amiben nem bizonytalanodnak el az emberek. Itt ez egy óriási innováció társadalmi szinten. Magyarország eddig ezt elég tűrhetően végzi, ezt mutatják az adataink is, meg a mindennapi tapasztalataink is. És a tudomány is ebben próbál segíteni, hogy elkerülve a pánikot és a nagy konfliktusokat, hogyan lehet egy középúton elmenni előre. Tehát ha jól értem, akkor, mert ez nyilván nagyon gyakorlati kérdéssé válik másodperceken belül, vagy már az is, hogy az óvatos nyitás politikájának a híve. Én az óvatos nyitás politikájának vagyok a híve, de csak akkor, hogyha kellően fölkészültünk arra, hogy
azokon a pontokon, területeken, közösségekben, intézményekben, ahol viszont nem lehet nyitni, ott tudjunk célzottan beavatkozni, és azokat az embereket, korosztályokat, veszélyeztetett csoportokat célzott beavatkozásokkal jobban védeni. Ugye ez egy intézményfejlesztést is szükségessé tesz, tehát ez nem megy egyik pillanatról a másikra. A járvány elején ugye ott egészen más típusú beavatkozásokkal tudunk dolgozni, meg nincs is annyi eszközünk, most már sokkal több van, a társadalom is megértette, intézmények is kialakultak, úgyhogy nagyobb sikerrel tudunk óvatosan oldani ezen a szigorúságon és globálisan visszafogó rendszeren. Nyilván vannak olyan területek, ahol nem lehet mit csinálni. Vannak olyanok, amelyek ilyen köztesek, hogy ott most leegyszerűsítve megint a dolgot, hogy otthonról is lehet dolgozni, meg be lehet menni az irodába is. Ha jól értem, akkor azt mondja, hogy ahol nem muszáj, ott azért ne növeljük, ahogy szokták mondani, a társadalmi érintkezések számát. Így van, pontosan. Én azt hiszem, hogy annak az ideje még nem jött el, hogy az emberekben azt a hamis biztonságérzetet keltsük, hogy már nem kell nekik a magatartásukra nagyon odafigyelni, és csak a legszükségesebbeket csinálni. És remélhetőleg az intézmények vezetői is ezt érteni fogják. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ebbe megrendülhetnek családok, egyének egzisztenciái és a nemzetgazdaság is, tehát ezért nem lehet doktriner módon viszonyulni az egészségvédelemhez sem, hanem okosan kell, nem tudok már jobb kifejezést találni így hirtelen, tehát ez az a közös okosság kell, hogy érvényesüljön, és ezt próbáljuk mi gyarapítani a magunk lehetőségeivel. Szerintem egy nagyon fontos része az önök javaslatának, hogy általában kell megerősíteni az egészségügyet, az egészségügyi ellátórendszer. Tehát nem csak arról van szó, hogy most valahogy túl kell jutni a koronavírus járványon, ellátni azokat az embereket, akik elkapják és kórházi kezelésre szorulnak, mert hiszen ott van a sokkal többi, és ott van egy csomó más betegséggel küzdő ember is. Egyrészt velük mi lesz. Másrészt, hogyha jobb az ellátás, akkor mindannyian nagyobb biztonságban vagyunk. Hát ez valóban nem egy olyan, ez józan észre is követhető felismerés. Kérdés, hogy levonnak-e ebből következtetést a politikai döntéshozó? Én bízom ebben, ugye ez még a jövőnek a zenéje, de itt sem az, hogy mennyi pénzt öntenek bele a rendszerbe, mert most rengeteget fordítanak rá, ez egészen biztos, hanem azt, hogy ezt milyen okosan teszik. Elsősorban az emberi erőforrást kell megerősíteni, nyilván a technológiát is okosan fölül kell bírálni, de látni kell pontosan, hogy milyen is az, ami az, az egészségügy, hogyan működik. Ugye az is probléma, hogy véleményem szerint nem látja elég jól sem a társadalom, sem a politika, hogy mi van valójában az egészségügyi intézményekben. Ezt sokkal jobban kell látni, és akkor egyrészt ki kell fejleszteni új képességeket, amelyek ugye a velünk élő járványokkal, vagy nekünk kell a járványokkal együtt élnünk, és ehhez megvan az egészségügyi rendszernek is az új szerepe. Másrészt pedig sokkal világosabban kell látnunk, hogy mi van az intézményekben. Ugye a zavart az is okozott most az elmúlt időszakban, ezt jól láttuk, hogy sok idő kellett ahhoz, hogy megértse a kormány pontosan, hogy mi van, mire képes, mi áll rendelkezésre az intézményekben, és én azt gondolom, hogy ez is időt vett el a felkészülésből. Jó, hát biztos bizonyos dolgokat nehéz, általában mindent nehéz előre látni, de most aztán annyira váratlan dolgok történtek, hogy nyilván nem feltétlenül lehetett mindent előre látni, de azért az az önök javaslatsorából is kiderül, hogy de bizony arra, hogy járványok lecsaphatnak a világra, igenis föl kell jobban készülni, mert ez előfordulhat máskor is, sőt. Ez egy nagyon fontos tény. Biztos emlékszik ön, bár egy 15-16 évvel ezelőtt a világ szabályosan pánikba esett, és nemzetbiztonsági és világbiztonsági kérdés volt akkor, hogy ilyen globális pandémiára hogyan készüljünk föl. Azután ez elaludt, pedig akkor városok, intézmények, államok készítettek pandémiás terveket, és ezt a törvényekben előírták.
és utána elaludt a világ, és most látszik, hogy ennek mi a következménye. Nem túl reagálni kell, nem pánikra van természetesen szükség, hanem egy készen létre, egy felkészülésre, ami nem csak az államok és az intézmények, hanem az egyének, a családok, a közösségek felkészülését is jelenti, és ebben óriási szerepe van a tömegkommunikációnak is. Hát igen, itt sokszor előkerül az, és példaként hozzák föl az első világháború utáni spanyol nátha járványt, hogy amikor relatíve jobb adatok jönnek, ugye az vége az első körnek, akkor lazítás van, fellélegzünk, és a második menetben nagyon sok ember megbetegszik, vagy akár meg is hal, és a spanyol nátha járvány van, ha jól értem, vagy jól néztem, akkor 8-10-en annyira is meghaltak a második körben. Tehát hogyan lehet erre fölkészülni az egészségügyi ellátóintézménynek, és meg ahogy ön is mondta, a népességnek is, hogy attól, hogy most egy picit jobb, még nem biztos, hogy így marad. Így van, hogyha mindenki mástól várja a megoldást, és azt, hogy azon túl másképp fog élni, abból baj lesz. Itt ez egy közös erőfeszítést igényel, egy átállást egy más közösségi és egyéni életmódra, ha tetszik, ha nem. De ha ezt megfontoltan, szervezetten, együttműködve csináljuk, akkor megvalósítható. Egyébként a történelemben voltak példák arra, amikor kisebb-nagyobb közösségek jó társadalmi szinten jól együttműködve nagyon komoly járványokat ki tudtak védeni. Most ezt nekünk globális szinten egészen ugye a lakóközösségek, így családokig meg kell valósítani. Nem lehetetlen dolog. Nem lehetetlen, meg hogy nincs is nagyon más választása, jól értem. Kaptak-e önök bármiféle visszajelzést a javaslataikra, tehát, hogy ez így jó, nem jó, kérjük, nem kérjük, fonttal, hogy... Az az igazság, hogy az akadémia működtet egy honlapot, biztos önök is látták, ahol nagyon sok előzetesen értékelt információt jelentetünk meg. Erről tájékoztattuk mind a népegészségügyi, mind pedig az egészségpolitikai és innovációs politikai kormányzati szerveket. Ők ezt figyelik. Néha beszélünk is róla, konzultálunk. Ezen kívül pedig jeleztük számukra, hogy ilyen ajánlást készítünk, nem az ő bevonásukkal, de az ő és a társadalom támogatásukra. Az egészségügyi kormányzat visszajelezte, hogy figyeli ezt és értékeli, de még hivatalos szakmai konzultáció nem volt róla. Tehát tegnap jelent meg. Igen, végül is. Igen. Ez komolyabb javaslat annál, hogy egyből lehessen rá valamit mondani. Egyébként hogyan értékeli, Bocsánat, ma lesz a parlamentben egyébként a Népjóléti Bizottságban tájékoztatás. Én elmegyek, bízom abban, hogy valamilyen formában ott a megszólalók utalni fognak ennek az ajánlásnak a tartalmára is, úgyhogy akkor fogunk többet tudni. Ott ez egy lehetőség a direkt reagálásra. Ha jól látom, önök is írnak arról, hogy az információk, a relatíve pontos információk közreadása mennyire fontos. Hát az egy mindennapi tapasztalat, hogy milyen keveset tudhatunk meg, egészen odáig, hogy már a kórházvezetőknek is megtiltják, hogy bármit mondjanak. Ugye első pillanatban persze nem feltétlenül látszik, hogy függ össze a járvány elleni védekezés a meglévő információkkal, de a másodikban már szerintem elég jól látszik. Igen. Én ebbe azért nem akarok állást foglalni, bár van véleményem, mert én itt most a tudománynak az álláspontját kell valamilyen formában képviseljem, de nagyon-nagyon nehéz választani ugye azt, hogy hogyan érvényesítem az egyébként akár jó intézkedéseket is egy utasítással, vagy pedig beláttatással. Egy nagy szervezetnek egy ilyen járvány szakaszban a beláttatással való hatékony irányítása hát nem tűnik
megvalósíthatónak. Tehát én megértem azt, amikor egy vezető nem kér, hanem utasít egy ilyen helyzetben. A későbbiekben persze az volna a szerencsés, hogyha a rendszert úgy lehetne alakítani, fejleszteni, hogy már minél kevesebb utasításra és tiltásra, és minél több önállóságra és belátáson alapuló döntésre, decentralizált döntésre lehetne szükség, és az lenne a rendszernek az alaptulajdonsága. Köszönöm szépen Ober Frank Ferencnek, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ügyvezető igazgatójának, viszonthallásra.